Bazsai Károly idén nyáron ünnepelte 40. születésnapját, de a korábbi kiváló boxolónak az elmúlt 4 évtizedben meg kellett járnia a mennyet és a poklot is. Profi világbajnoki címet hozó karrierje után edzőként is letette a névjegyét, jelenleg pedig a Honvéd fiataljait pallérozza. Magánéletében 2 tündéri kislány édesapja, de az élet furcsa fintora, hogy a 4 évtized alatt 2-szer is szembe kellett néznie a gyilkos korral. Ifja Bazsai Károly a WBA 2012-es nagyközépsúlyú profi világbajnoka, amatőr Európa-bajnoki ezüstérmes ökölvívó, a budapesti Honvéd jelenlegi szakosztály vezetője. Az álmomban élek még folyamatosan, mert bejövök ide olyan, mint ugye egy ilyen sivatagos részről egy oázisba bejönni, tehát itt mindig ilyen full megnyugvás az egész, és én gyermekemnek meg tényleg valami alkotásnak érzem. Hosszú éveknek a munkája volt azért az, hogy ez létrejött. És jó leső érzés bejönni az, hogy főleg így a terem azért már megtelt. És milyen jó, hogy ismét bejár. Az elején hallott felsorolást ugyanis ki kell egészítenünk. Ifja Bazsai Károly nem csak a ringben, az életben is diadalmaskodott, 2-szer is legyőzte a rákot. Nagyon furcsa volt. Maga ugye a hosszú kórházi lét után azért emberek közé menni nagyon furcsa volt. Bejön egy edzőterembe, nem azt mondom, hogy elveszettnek éreztem magam, de egy picit azért topogtam, hogy mind kellett egy 2-3 hét, mire visszazökkenjek, de úgy érzem, hogy ezen túl vagyok, és most már ugyanolyan lendülettel és magabiztossággal tudok itt állni. Nem itt, hál' Istennek, hanem már a ringkötélen kívül. Hogy a gyerekek tudnak mindent úgy csinálni, ahogy én szeretném. Én másra nem tudtam támaszkodni, csak az, hogy ezt egy feladatnak, egy felkészülésnek, egy versenynek, egy meccsnek köszönhetem. Naponta a régi Danival, ugye, aki a Honvédnak itt a vezetőedzője, 3-4-szer beszéltünk, mindig minden percről tájékoztatott, és az nekem annál jobb gyógymód nem volt, és én ezt nem vagyok neki elég hálás, vagy nem tudom elég hálásan megköszönni neki, hogy ez mennyire jól esett nekem, és mennyire jó volt ez, és mennyit segített nekem a mindennapjaimban. Ezt én már vele megbeszéltem, úgyhogy mindenféleképpen ez egy jó gyógymód. Most pedig már ott van, ahol tényleg otthon érzi magát, a ring közelében, és egy még mindig friss projekt közepén. Február 11-én volt az első edzésünk ezen a helyen. Talán még nem néztünk ki ennyire flottul, de villámgyors fejlődés és robbanásszerű fejlődésen. Nem is azt mondom, hogy megyünk, vagy vagyunk túl, inkább megyünk keresztül, mert mindig nincs vége. Úgyhogy borzasztó érzés az, hogy valamit elkezdtünk, és ez ennyire jól működik. Én körülbelül ilyen második-harmadik évre gondoltam, hogy valahogy így fogunk majd nem csak kinézni, hanem ilyen versenyzői és mindenféle ökölvívó személyzeti állományunk lesz. Azért ezt villámgyorsan túlszárnyaltuk, tehát én bő fél év alatt azért ez iszonyatos, amit itt csináltunk. Hallgatnak rá! Érdemes, de szerencsére ritkán kell felemelnie a szavát. Ez maga a béke szigete, mert ide semmiféle olyan rossz dolog nem tör be. Tehát minket, hogy most az Ökölvívó Szövetségben vagy bárhol a világon vihar van, az minket nem érint. Most már olyan hátterünk van, meg nyilván ezzel a vezetéssel ezzel egy olyan erős egyesületben vagyunk, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, és jól érezheti magát. Tehát ez a nyugalom szigete, a béke szigete, mint amit mondtam az elején, hogy ez egy oázis. Vihar ugyanis akad azért, csak éppen nemzetközi szinten. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség évek óta válságban van, és ugyan a hazai szakák sem brillírozik felnőtt szinten, Bazsai Károly látja az alagút végét. A felnőttek most vettek egy nagy lendületet, teljes célegyenesbe fordultak az olimpiai felkészülésre, és magas térdemeléssel sprintelünk afelé, hogy már február végén, illetve májusban a 2 kvalifikációs lehetőségből legalább néhányat kihasználjunk, és akkor legyen ott magyar ökölvívó a tokiói olimpián. Ebben egy új kazak szakvezető is segít a mieinknek, akik mellett betegsége alatt és után is ott állt korábbi világbajnokunk. Nyilván, amikor ugye nem tudtam velük lenni, akkor azért jobban fájt. Így én nagyjából mellettük vagyok, csak ugye más vezeti, de egy olyan borzasztó jó természetű ember van ez a kazak Pali, egy hihetetlen vicces és nagyon jó ember. Tök jól kommunikálunk, és teljesen bevon mindenbe, és mindennel megoszt, kikéri a véleményem, stb. Tehát ilyen közös munka van. Én elfogadtam őt, hogy akkor őt most segíteni. Nyilván rossz, hogy nem én készítem egy szemébe, a másik meg azért
a felelősség így lehúlt rólam, bár szeretem elviselni és vállalni a felelősséget, így most nagy részben az IFI korosztály lesz majd jövőben a feladatom, de magát a menedzselést, meg az egész koordináció, meg egy csomó minden más, ami a szövetségi kapitánynak a feladata, azt én el fogom tudni végezni, tehát el kell, hogy végezzem, mert ugye a kazak azt nem tudja, és nem is ez az ő feladata. Mi bízunk a srácokba. A 2020-as olimpia nekik még egy picit korai, ugye 19-20 éves srácokról van szó, természetesen amit tudunk, megteszünk, és a fejlődést, illetve magát a felkészülést, azt mi is komolyan vesszük. Én úgy gondolom, hogy 2024-re leszünk olyan állapotban, mindenféle szempontból, hogy reális esély van arra, hogy ennél több honvédos kövévokként tud lenni az olimpián. Ha csak fele annyi kitartás lesz a srácokban az életben és a ringben is, mint vezetőjükben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy sikeres évek elé néznek a honvédos és a válogatott boxolók is.